Idén tavasszal az apostoli szentszék fontos lépést tett, mondta Orosz Atanáz, a Nyíregyházi Egyházmegye ideiglenes kormányzója, ugyanis március 19-én megalakult a metropólia Kocsis Fülöp érsek vezetésével. A nyíregyházi püspöki szék üresen maradt. Orosz Atanáz lett az egyházmegye ideiglenes kormányzója, aki a miskolci egyházmegyei feladatok mellett vállalta a nyíregyházit is. Mindenek előtt az egyházmegye oktatási intézményeivel kellett sokat foglalkoznom, hiszen az egyházmegye kettéválása, a volt hajdudorogi egyházmegye két egyházmegyére való tagolása azzal a következménnyel járt, hogy már a tavasz végére mindkét egyházmegyének hivatalosan kellett átírnia a működési engedélyeket a saját nevére. Ez egy nagyon-nagyon fontos szektor, hiszen 7 olyan oktatási intézményünk is van, amelynek nagy a jelentősége az egész megyénk életében. A Nyíregyházi Egyházmegye egész Szabolcsnál Bereg megye területére kiterjed, 70 ezer hívőt számlál, a legnagyobb görögkatolikus egyházmegye a metropólián belül. A feladatkör új számára, de van előtte minta, és a nagy elődök munkáját szeretné folytatni, Szúcska a Ábel. Én nagy bizalommal készülök, hogy a Jóisten megsegít ebben a munkámban, mert igazán egyikünk sem tudja, hogy mi az, amire számíthat, és mi az, amit vállalnia kell. Ez mindannyiunk számára, akik valamilyen hivatalba lépünk, egy olyan nyitott kapu, amin ha belépünk, akkor derül neki igazán, hogy milyen örömök, milyen nehézségek, milyen megpróbáltatások várnak az emberre. De én nagyon bízva Jóistenben, imádkozva, elmanulva, Jóisten áldását és segítségét kérve így készülök. Szúcska A. Ábel Kárpátaljáról származik, másfél évtizedes szerzetesi munkájából. Jó néhány évet töltött Máriapócson, ahol parókus volt. Jól ismeri a közösséget, és jó szívvel is bízza rá a metropólia. A hívők ismerik a Bazilita szerzetest, aki mindent megtesz azért, hogy az egyházmegye továbbra is jól működjön. A kormányzó beiktatása szombaton 10 órakor kezdődik, Nyíregyházán a Szent Miklós székesegyházban. A Szent Liturgiát Kocsis Fülöp érsek metropolita vezeti. 10 püspök jelenlétében hangzik majd el a kinevezési dekrétum.